Különleges programokkal várja 18 szervezet a szerelmeseket a házasság hete program sorozat alkalmával a híres városban. Legutóbb betekintést nyerhettek, mivel készült a Cifra Palota, a színház és a könyvtár. Most pedig megmutatjuk, milyen élmények várják a szerelmeseket a híres agórában, a Bozsói gyűjteményben és a Kecskeméti fürdőben. A Bozsói gyűjtemény már a kezdetek óta részt vesz a program sorozaton. Február 18-án, pénteken 17 órai kezdettel egy különleges tárlatvezetéssel várjuk az érdeklődőket. Itt ebben a teremben is, ahol éppen állunk a nemrég megnyílt Bozsó János festményeiből készült kiállításon, egy olyan válogatáson, amelyet ebben a formában még nem láthattak az érdeklődők, Otthon a természetben, ez a címe, ez lesz a címe ennek a tárlatvezetésnek, és a témája az otthonérzést járja körül, amely a természet kapcsán járta körül Bozsó Jánost. Ezen kívül, a tárlatvezetésen kívül a szerelmi kalantúrához is kapcsolódunk oly módon, hogy március 20-áig minden páros belépőjegy megváltásakor 50% kedvezményt adunk. Ezt a tárlatvezetést, illetve ezt a témát azért választottuk a házasság hetéhez kapcsolódóan, ugyanis az elköteleződés, az otthonérzés, a megérkezés, ezek a témák, ezek az értékek mindegy egy párkapcsolatban, egy házasságban szintén értéknek és pillérnek számítanak, és úgy gondoltuk, hogy Bozsó János művészetében, vagy művészetén keresztül egy nagyon sajátos vetületben ezekkel is tudunk találkozni. Hát, hogyha inspirálják a résztvevőket ezek a gondolatok, és a saját életükben tudnak akár magánélet, akár a munkában ezekhez kapcsolódni, ezekből meríteni. Az időszaki kiállításból két teremben összesen 30 festményt lehet megtekinteni. A tárlatvezetésekhez előzetesen kell regisztrálni. Bozsó János születésének 100. évfordulója alkalmából pedig egy nagy kiállítással készülnek. Emellett a Nők a Nemzet Jövőért Egyesület és a Bács-Kiskun megyei család esélyteremtés önkéntes ház szervezésében meghirdetett rajzpályázat beérkezett pályaművei is a gyűjteményben kerülnek kiállításra. Kecskeméten a híres agórai számos programmal készül a szerelmes párok számára. A bejárat előtt elhelyezett szerelemfalat reggeltől estig lehet használni. Már a megnyitó napján, február 10-én a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar tagjai részt vettek a megnyitó ünnepségen és szerenádot adtak, és rögtön február 10-én fel is építettük ezt a kis fotófalunkat, amelynek az a lényege, hogy megpróbáltunk a művészettörténet emblematikus képeiből olyan festményeket választani, ahol házaspárok vannak stílusosan a házasság hetéhez, és ezekbe a képekbe bele lehet most bújni, és igazából úgy érezheti az ember magát, minthogyha ő lenne a festményen. Ez itt található az Agóra oldalában, és igazából reggeltől estig itt van, tehát lehet jönni nappal, éjszaka, bármikor, amikor bárkinek is kedve van, hogy fotót készítsen a párjával a mi szerelemfalunknál. Aki szeretne hozzánk jönni még ma, és szeretne szerelmes képeket látni, megteheti a Híres Agóra aulájában, ahol egy idős házaspárról készült portrésorozatot lehet látni, illetve az Ifjúsági Otthon Diákgalériájában pedig egy esküvői képsorozat látható. Mindkét képsorozatnak az a közös pontja, hogy Kis Boglárka lifestyle fotós készítette őket. Az Ifjúsági Otthonban is van még hétvégén két nagyon kedves programunk. Az egyik a szerelmes pitetál készítés szombaton. Aminek az az érdekessége, hogy egy pár elmehet és elkészítheti a saját maga kis szerelmes pitetáját a konyhában. A másik pedig az inkább nem annyira páros program, de egy hölgy készíthet magának hennát bárhová a testére, és meglepheti vele a párját. Március 8-án pótolják az és Rómeó és Júlia című előadást, amely betegség miatt elmaradt. A Kecskeméti fürdőben az éjszakai fürdőzés program ugyan már lezárult, de így is várja még meglepetés a párokat.
A Kecskeméti fürdőben már mi is évek óta résztvevői vagyunk a házasság hete rendezvénysorozatnak, és igyekszünk minél színesebb programokkal készülni, nem csak a házasoknak, hanem a fiatal pároknak is. Ezt is nagyon jól tükrözi, hogy például elmúlt pénteken egy éjszakai fürdőzésre vártuk a vendégeinket. A programok alapvetően a Kecskeméti fürdőben kerülnek megrendezésre. Ahogy említettem, már volt egy éjszakai fürdőzésünk, amelyik egy nagyon jó hangulatban telt. Több vendégünk is volt, különleges éjszakai diszkivilágítással vártuk őket, és természetesen a medencéket lehetett még használni. Az éjszakai fürdőzésen túl ugye a szaunában is folyamatosan vannak programjaink, és előttünk áll még egy program, ez a februári éjszakai szaunázás, amelyre 18-án pénteken este 9 órától kerül sor. Ennek a tematikája a házasság hetéhez, illetve a Valentin naphoz igazodva a romantikus illatok lesznek, például virágos, meditációs vagy relaxációs szauna felöntéseken vehetnek részt a vendégeink. Viszont fontos információ, hogy ezen a programon csak előzetes regisztrációt követően egy minimum létszám elérése után lehet részt venni. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a Kecskeméti fürdő szintén részt vesz a szerelmikalantúrán, a többi helyszínnel közösen. A szerelmikalantúra úgy gondolom egy nagyon jó kezdeményezés, mi a fürdővel és a Benkó Zoltán Szabadidőközponttal is csatlakoztunk. A fürdőben nagyon egyszerűen lehet szerelmi kalandpontokat gyűjteni az útlevelekbe, mindössze belépőjegyet kell vásárolni a fürdőbe, teljesen mindegy, hogy mely szolgáltatásra, tehát amennyiben egy pár érkezik hozzánk a fürdőbe és ők belépőjegyet vásárolnak, akkor a recepción kérhetnek pontot a szerelmi kalandúra útlevelükben. A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban szinte ugyanez a helyzet, tehát ott is, akik belépőjegyet vásárolnak, kaphatnak a pontgyűjtő füzetbe pontot. A Szabadidőközpontban egy nagyon kedves kis különlegesség az, hogy a dombtetőn található egy fa, a szerelmesek fája, amelyhez kapcsolódik egy olyan legenda, hogy a házasságkötés előtt a pár, a leendő házasulandó pár kézenfogva körbesételje a fát, akkor örök életre együtt fognak maradni békességben, boldogságban, szeretetben. A házasság hete egészen február 20-ig várja a szerelmeseket különféle élményekkel. 10 nap alatt 18 szervezet, 42 programja látogatható a városban. A részletes programokat megtalálják a kecskemét.hu oldalon.